Szevasztok, csodálatos hölgyemények! A mai videóban a szépség királynő választások felszínes világába kalauzollak el benneteket, mert a magyar lányok a legszebbek a világon. A ma esti fináléban kiderül, hogy a 16 gyönyörű lány közül ki fogja elnyerni a királynői címet. Csak a legjobb csajok akarnak szépségkirálynők lenni. Hát mégis honnan tudnám meg, hogy melyik átlagos lány a legszebb, legfullosabb a világon? Lili Dunakeszinél családjával, hobbija a műkörömépítés, két tacskó büszke gazdája, szenvedélye a kávékészítés és a kutyák megszépítése. Emellett műszempilla építéssel foglalkozik, 12 évig versenyszerűen táncolt, nagyon szereti az állatokat. Az állatvédelem elkötelezettje, jelmondata, a tánc maga az élet. Egy lakatlan szigetre a Bibliáját vinné magával. Nagy álma, hogy láthassa a sarki fényt. Hát megvadítanak ezek a gyönyörű hölgyemények. Hát teljesen el vagyok ájulva ezektől a hölgyeményektől. Magatokat kell adjátok, maga biztosan mosolyogva. Sok sikert mindenkinek! Ráadásul ezek a lányok tele vannak önzetlen odaadással és szeretettel. Királynőként saját életvitelemmel mutatnék példát embertársaimnak. Sporttal, egészséges életmóddal a testi, szeretettel és odaadással pedig a lelki fejlődésre ösztönözve őket. Ezek a lányok már megtanulták, hogy a közönség szeretetéért el kell játszani a jó embert a médiában. Figyeljünk oda a környezetünkben élő idős emberekre, és ahol tudunk, segítsünk nekik. Szólj, ha indulsz, mert akkor segítünk. Jó van. Az én királynői üzenetem a test, a lélek és a szellem harmóniája, amelyet legjobban Coco Chanel idézetével tudnék elmondani. Ha szépülni szeretnél, a szíveddel és a lelkeddel kell kezdened, hiszen addig egyetlen kozmetikum sem fog hatni. Oda nézz, milyen magával ragadó kisugárzása van ennek a hölgyeménynek. Kutya kozmetikusként én szépítem meg a kutyusokat, és barisztaként pedig én rajzolok szép rozettákat a cappuccinóba. Álljon meg a mennet különben. Számomra az állatok nagyon fontosak, mert egy kiszolgáltatott helyzetben vannak. Próbálom önmagamat adni, és természetes vagyok. Hát én most már értem, miért őket válogatták be a döntőbe. A személyiségük miatt. Úgy gondolom, hogy a külső mellett nagyon fontosak a belső értékek is, és szerintem bennem minden megvan ahhoz, hogy az enyém lehessen a korona. A még meg se koronázott uralkodónők már a beiktatásuk előtt törvénymódosításokról rendelkeznek. Királynőként nagyon fontosnak tartom, hogy minimalizáljam, vagy megszüntessem a műanyag csomagoló eszközök, palackok, zacskók használatát. Én nagyon szívesen elvinném őket egy karibi utazásra, de az a baj, hogy már így is elég műanyag van az óceánban. Mert ezek környezetünket erősen szennyezik, és a belülük felszabaduló anyagok kihatnak az emberek és az állatok egészségére. El kéne indítani a Google szövegfelolvasót és a versenyen. Tökre esélyes udvarhölgy lenne. Királynőként nagyon fontosnak tartom, hogy megszüntessem, vagy minimalizáljam az emberiséget, fussatok, bolondok. Szeretném felhívni az emberek figyelmét arra, hogy vannak olyan családok, akik nehéz körülmények között élnek, gyermekeik nélkülöznek, segítségre, támogatásra szorulnak. Szeretném, ha konkrétumok nélkül... Ja, várjál, korona. Szeretném, ha konkrétumok nélkül segítenénk azoknak az embereknek, akiknek rossz, hogy nekik is jó legyen, mint nekünk. A jó tett, az összefogás könnyebbé, jobbá teszi az életüket. A jó tett, az összefogás, a szeretet. Mondjatok ilyen szavakat egymás után, és jó emberek lesztek. Ami nem más, mint apukám pirka pörköltje. Nagyon érdekes, de ugye turkevei vagyok, és ott nagyon ilyen tradicionális étel a birka pörkölt, és ezt imádom. Na, hát végre egy rendes magyar lány. Eszi a birka pörköltöt, issza a pálinkát, neki kellett volna nyerni. És ezt a nagy nevű versenyt kemény felkészülési szakasz előzi meg. Készültem, rengeteg lemondásra járt igazából. Minden nap lementem edzeni, szóval 2 órákat edzettem, ami nagyon durva. Valami nagyon figyeltem arra, hogy mindig hidratált legyek, és legalább ilyen napi 3-4 percet igyak. Ami annyit jelent, hogy életben kell maradni. Ne felejtsetek el inni, lányok, különben szomjahaltok, azt nem lesztek szépek. Egy kiszáradt múmiát mégse hurcibálhattak végig a színpadon. A felkészülési szakasz nagyon megterhelő volt számomra. Rendszeresen oda kellett rá figyelnem, hogy időnként elmenjek kakálni. Így az elfogyasztott ételek
távozhatnak a szervezetemből, és nem puffadok fel, mint egy disznó. Mindenképpen azt szerettem volna elérni a versenyen, hogy minél több emberhez elérjek, és megérintsem az életeket. Ez egy nagyon szép kifejezés az Insta építésre. Bár manapság már sokkal könnyebb módszerek is vannak erre, nem kell jelentkezni szépségkirálynőnek, ezért is egyre gyengébb a felhozata. Szerintem mindannyiunk életében új ajtók nyílnak majd a lehetőségek tárházát illetően. Egy ilyen versenytől megnyílnak a kapuk a macskakaja szponzorációk előtt. Sőt, lehet, hogy még kutyakaja is lesz. Egy pillanatra álljunk meg és elemezzük ezt az Insta szponzit, mert tényleg nagyon érdekes és érdemes rá időt pazarolni. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a hirdetőnek úgy látszik nem volt elég, hogy ott van hashtag Edina mellett a 20 darab termék, még a kezében is fogja a konzervet ezen a gyönyörű gyertyafényes nappalon, és még utólag is rá kellett tenni még egyszer a sarokba, ha esetleg nem látnánk a 20-20-as látásunkkal. És ezt az őszinte reklámmosolyt már a Szépség Akadémián is tanítják. Tehát a legszebb mosoly győztese. Csonka Rebeka! A múlt idéző show műsorban megtekinthetjük a csodálatos hölgyemények mozgáskultúráját is. Ezt nem jöhet! Milyen hidratáltak ezek a lányok! Ha biztos van bennük 2 liter artézi víz. Arra kérlek benneteket, hogy hozzátok a legjobb formátokat, legyetek természetesek, legyetek igazán szépek és kreatívak a fotózást illetően, úgyhogy hajrá lányok! Milyen természetesek ezek a képek, és milyen kreatívak ezek a lányok? Hát ilyen kreatív képeket még soha nem láttam. Ez egy igencsak fontos verseny a többi alverseny közt, és ezzel már biztos helyen van a döntőben, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és nagyon hálás, hogy engem választottak. Jaj, mennyi rózsát kapott, de szép. Ő már nem távozik üres kézzel. Van, akinek ki kell esnie ma. Ez a lány pedig nem más, mint Szabó Lilla. Lehet, hogy izgultam túlságosan a fotózáson, nincs ebben rutinom, és lehet, hogy ezért sikerült így. De most itt mi alapján esett ki ez a némber? Legalább mutatták volna meg a képeket, hogy lássuk, hogy tényleg nem lettek elég beállítottak. Nyilván annak nagyon örülnék, hogyha kapnék pár kritikát, hogy miért estem ki, mert abból tudok a továbbiakban építkezni. Most itt hasraütésre esik ki mindenki? Imádtam az énekórákat, eszembe jutott így a környezet hatása miatt ez a népdal, igaz, egy picit átköltöttük. Barackafáról, most jövök a tanyáról. Fú, nagyon rekoncáltanok ezek a lányok. Vadpánkok módjára költik át a népdalokat. Megijedtem, mert tériszonyom van. Ha van valami félelmünk, akkor azt le kell győzni. Felismertem a létrára, büszke vagyok magamra. Még a létrára is felállnak, hogy legyőzzék a saját félelmeiket. Ha legközelebb lemegy a sötét pincébe is, én szerelmes leszek. Azokat a lányokat, akik megúszták a munkát a földeken, az a megtiszteltetés érte a szép felolvasó versenyen, hogy saját kezüleg készíthettek fürdőbombát. Egy levendula feldolgozó manufaktúrába látogattok el, ahol levendula olajos fürdőbombákat és fürdősokat fogtok készíteni. Oh, jó munkát! A végén azért egy kicsit belevittük a viccet, és egy szívecske formát csináltam, bár én nagyon örülök neki, mert a kisecsémnek oda fogom adni. Látjátok? És még azt mondják, hogy a lányok nem olyan viccesek, mint a fiúk. Hát itt a bizonyíték, hogy nem így van. Egy ilyen gyönyörű fürdőbombát hogy lehet konstruálni, lányok? Alig várom, hogy megfürödjek vele. Ha nem is lesz belőletek királynő, a szobrász szakma még nyitva áll előttetek. A műsor végén természetesen megtudhatjuk, hogy kinyeri az életre szóló fogfehérítést és a szájfel töltést a Kraszna Harkai doktortól. És ezáltal egy újabb évig ő viselheti a Miss World Hungary címet. Az nem más, mint Erzsike. I have to apologize. Miss Universe 2015 is Philippines. Ez egy fantasztikus show műsor volt. Nem tudom, hogy van-e fiú szépségverseny, de hogyha van is, akkor nincs ekkora csinadrata körülötte. Én nekem el kéne indulnom rajta. Szétnyernék mindent. Én lennék Mr. World, Mr. Aqua World, Mr. Bombastic, sőt, még a Mr. Clean is én lennék. Jobb adni, mint kapni.
A jó tett, az összefogás könnyebbé teszi az életünket. Azokkal az emberekkel, akiknek ilyen pozitív a belső kisugárzása, mint nekem, mindig jó dolgok történnek. Próbálom önmagamat adni, és természetes vagyok. Szeretném, ha pozitív energiákat tudnék átadni az embereknek. Szerintem bennem minden megvan azhoz, hogy enyém lehessen a korona.